Sziasztok, Tóth Roland vagyok. Három nagyon fontos témával jöttem hozzátok. Az egyik az a jelenlegi megoldáshoz kapcsolódik. Egy szerről van szó, amit egyébként az osztrák kormány is fog javasolni a következő időszakban. Egy másik nagyon fontos téma az, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hol vagyunk és miért vagyunk. Nagyon érdekes, tehát bebizonyosodott az, hogy ez egy szimuláció, ahol vagyunk. Most még ne kapcsolja, hogyha lehet, el fogom magyarázni, miről van szó. És a harmadik témakör a Héli. Nagyon sok kérdést tettetek fel nekem, és gondoltam egyszerűbb így válaszolni, mint hogyha egyenként mindenkinek neki kell kirogatni e-maileket, vagy a YouTube alatti kommentekben válaszolok. Szóval kezdjük fordítva. A Héliről egy picit szeretnék beszélni, tényleg csak egy nagyon picit, hogy látom, hogy 20 percnél sokkal hosszabb videókat nem néztek meg, tehát próbálom besűríteni. Héli, hogyha megvásároljátok, jaj, mi ez a Héli, az egy, tehát most aki először látja a videót, az egy holisztikus eszköz, egy rezonanciás eszköz ugye labban, ami rezonanciákkal gyógyít, biorezonanciákkal. És nagyon rengeteg sok program van egyébként a felhozatalában. A mondandómnak az a lényege, hogy olyan kérdéseket tettetek fel, hogy mi van akkor, tehát megkapjátok a csomagot a labba, most nincs itt a doboz mellettem, egy doboz kaptok, kicsomagoljátok, nincs feltöltve a Héli alapba, tehát fel kell tölteni. Egyetlen gombnyomással, a középső gombon egy gomb van csak rajta, megnyomod, és ne, hát lehet, hogy be fog kapcsolni, lehet, hogy Bluetooth jel villog, de nem biztos. Hogyha ilyesmi történik, és csak a zöld LED világítana, akkor a hátulján van egy QR kód, a letöltött, mobilra letöltött programot azt rá kell irányítani a QR kódra, és akkor fog kapcsolni szépen Bluetooth-on keresztül, szépen fog kapcsolni a Hélivel a telefon. Másik kérdés, ja bocsánat, hogy még így közben. Tehát ez most lehet, hogy nagy képviselőnek fog tűnni, nem annak szánom, tényleg nem. De többen nézzétek meg a Hélivel kapcsolatos videómat, mint a hivatalos magyar Hélis weboldalakat, vagy hivatalos Hélis videókat. Ezért fontosnak tartom azt elmondani, ezeket az információkat elmondani. Tehát amikor megkapod, akkor nincs feltöltve a verzió, itt tudsz fel egyszerűen kapcsolódni. És akkor még volt egy olyan kérdés, hogy na most akkor a drágább verzió az nem is vezetékes, vagy most akkor a vezetékekkel a telefonhoz kapcsolódni, vagy micsoda? Nem. Van a Héli, azt hiszem itt is van pillanat. Szóval itt van a Héli, ez a kis izéke, ez ő a Héli. És amit láttok, vagy nem láttok, hogy itt van kettő darab kis érintkező, hol van? Itt van. Kettő kis érintkező van a Hélin. Arra a csuklópártokat tudjátok rögzíteni, illetve azokat a klipszeket, amilyen fülre csatlakoztatható, és a mobilon keresztül kapja az adatokat. Tehát a Héli úgy nézzétek, hogy egy üres eszköz igazából, egy üres valami, és mobilon keresztül, a Bluetooth-on keresztül, tehát egy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kapja meg az információkat, hogy hogyan kezeljen téged a Héli vezetékesen is, tehát hogyha csuklódra vannak kötve a pántok, akkor is. Na most a legdrágább verziónak, ami 2500 vagy 2600 euró, már nem vagyok benne biztos, mert láttam ezt is, azt is most már a weboldalon, gondolom próbálják most már az árakat átállítani. A legdrágább verzió még 1500, kötőjel 1600 euróért megvásárolható az ajánlói linkem, amit lent a videóban mellékeltem. És azt a linket is mellékelem, hogyha úgy gondolod, hogy tovább tudod értékesíteni, akkor egy külön regisztráció szükséges. Természetesen akkor kell vásárolnod egy Hélit, és akkor onnantól magasabb jutalékokat kapsz a rendszerben. Azt a linket is mellékeltem. Tehát a legdrágább verzió azt tud távkezelni. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy Bluetooth-on keresztül a telefonoddal össze van kötve, de akit távkezelsz, a programba, a mobilon, a programba fel kellőd venni, mint kontaktszemély, vagy azt hiszem kontaktszemélynek hívja a program, és onnantól őt tudod távkezelni, teljesen mindegy, hány 10, 100 vagy hány 1000 kilométer van tőled. Ez egy ilyen információs térbe küldi fel az adatokat, a Héli, a teljes verziós, és már úgy értem, hogy a 2600 eurós, ami most 1600-ért vagy 1500-ért megvásárolható, és ez ilyen távkezelésre alkalmas ebben a formában. Jó, ennyit erről. Tehát mondtam, hogy elve, lemerülve kapod meg, ne lepődjél meg rajta, fel kell tölteni. Töltőfejet nem adnak hozzá, csak USB kábelt. Ami egyébként nem probléma, talán pont azért nem probléma, vagy pont azért jó, mert így bármilyen országban tudják használni, ott is, ahol csak 110 voltos vagy 120 voltos hálózat van. Nem csak a 240-250 voltos hálózatát tudják használni. Jó, ennél többet a Héliről. Ja, még valami a Héliről.
nagyon fontos kiemelnem azt, hogy csak ebben a hónapban érhető el, úgy néz ki ez, ez az akció, hogy 2500-600 euróért meg ahelyett 1500-600 meg tud vásárolni ezt, illetve már a teljes verziósat, illetve a többi verziósra is van kedvezmény. Hogyha a linkemre rányomtok a shoppos linkre, akkor meg tudjátok nézni azt, hogy mennyibe kerül. Úgyhogy kiválasztod az eszközt, rányomsz utána a kosár tartalmára, és lent a kosár tartalma, hogy megnyílik, alul, legalul fogja kérni a kedvezményes árat. És mondtam, üzleti szempontból sem utolsó a Héli. Oké, ennyit a Héliről. Nem fizetett reklám, nem tudom, de csak elmondtam nektek, hogy ezek szerintem nagyon fontos információk voltak Hélivel kapcsolatban. Másik kettő, talán még fontosabb információ, biztos, hogy fontosabb az utóbbi kettő információ. Gyorsan kell beszélnem, mert már csak pár percem van hátra. Szóval, hogy az egyik az, hogy a jelenlegi helyzetre van egy érdekes megoldás. Egy tegnapi hír, hogy egy speciális asztma elleni készítményt az osztrák kormány fog promotálni a következő hetekben, napokban, hónapokban, majd kiderül, hogy hogyan. A linkjét szintén a videó alatt mellékeltem. A Krone AT osztotta meg tegnap. Aminek az a lényege, hogy ha már a probléma jelentkezik nálad, akkor 90% eséllyel csökkenti annak a valószínűségét, hogy bármilyen komolyabb problémád utána a jövőben ezzel kapcsolatban lesz, ez a helyzettel, ez az állapottal, tudjátok, miről beszélek. Ez nagyon jó hír, tehát ez azt jelenti, hogy eddig ugye, hogyha súlyos problémák voltak az embereknél, akkor lélegeztetőgépre kerültek, innentől 90%-kal ennek az esélyét lehet csökkenteni, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog szerintem, és nem kell hozzá semmilyen, tudjátok, meg semmi speciális dolog, csak egy kis és onnantól a probléma részben meg van oldva. Hát 10%-nak akkor is fennáll, de ez már szerintem egy nagyon jó esély. Szóval ez volt egy nagyon fontos információ, amit akartam nektek mondani, és akkor a linket, amit mellékeltem, meg tudjátok nézni a készítménynek a nevét, leírását. Ugyan németül van, de Google Translate-tel le tudjátok fordítani, nem tudtok a németül. Jó, legutolsó nagyon fontos információ az, hogy ahol vagyunk és amíg vagyunk, az egy szimuláció, most már biztos. Szintén a linket mellékelem. Ezt nem kis kutatócsoportok kutatogatták ki, és többre elmesélem, hogy mi az egésznek a lényege. Aztán vagy elfogadjátok, vagy nem, de ez a tényen nem változtat. Tehát úgy néz ki, hogy amik vagyunk, az egy szimuláció, mi magunk is, hogy mi a célja, az a tapasztalás a célja. Tehát ezt úgy magyarázzák, hogy úgy kéne elképzelni, mint amikor a GTA-ban játszol, nem ismeritek sokon, idősebb generáció, meg aztán pláne nem ismeri ezeket a számítógépes játékokat. Egy olyan számítógépes játékot tessék elképzelni, ahol azért sok mindent lehet csinálni, de vannak limitációk. És ez egy olyan számítógépes játék, amivel most számítógépeken is lehet játszani ilyen pillanatban is, ami már valóság közeli, és rengeteg sok történetsztál számozgolódik benne, meg lehet benne idézőjelben halni. Tehát nagyon érdekes a játék, én a SimCity, ilyen a GTA, sok ilyen játék van. És ott is az a lényeg, hogy leülsz a számítógép elé és játszol, azért, mert ki akarsz kapcsolódni, vagy közben jár a fejed, vagy valami ilyesmi. Úgy néz ki, hogy a jelenlegi világunk is ilyen. Tehát aki most te vagy és nézed így a YouTube-ot, vagy igazából teljesen minden mire gondolsz, minden körülöttünk egy szimuláció, és mi magunk is azok vagyunk. Hogyan jöttek erre rá, és hogyan lehet ezt megnézni, megmérni? Hát alapvetően az a nagyon egyszerű tény áll fenn, hogy ha belegondoltok, akkor van ugye egy számítógépes rendszer, van benne egy valamilyen világ. Ennek a világnak van valamilyen sebessége, tehát ugye vannak benne karakterek, ezeknek a karaktereknek van valamilyen mozgási sebessége, lehet bizonyos dolgokat csinálni, de a limitáció az mindig a processzor limitáció, tehát a processzor, a számítógépnek a processzor az, ami ki tudja számolni azt, hogy éppen mi és hol történik, vagy hogyan történik. Na most ez a limitáció, ez olyan, hogy nem lehet átlépni. Tehát nem tudod a számítógépnek azt mondani, hogy számoljon gyorsabban, mert nem tud, mert van egy fizikai limitációja. És úgy néz ki ilyen pillanatban, hogy ez a fizikai limitáció, hogy húzom nagyon az idegeiteket, nem más, mint önmagában a fénysebesség. Tehát a fénysebesség azért nem léphető át, és azért egy konstans érték, viszonylag konstans, tehát körülbelül 300.000 km per másodperces sebességgel halad a fény, hát hogyha ezt haladásnak lehet hívni.
Mert ez a maximum, ez a maximális limitáció ilyen vákumban, és ez mindenre érvényes, ezt nem lehet átlépni. Ezek a kvantum összefonódások és a kvantum szintű történések sem teljesen átléphetőek, tehát az sem jelenti az átlépést igazából, mert azzal anyagot nem lehet továbbítani például. Tehát ha van valamilyen speciális effektus, amit a tudósok észrevesznek, vagy a kutatók, vagy a próbálkozók, az igazából tekinthető akár programhibának is, illetve vannak olyan fajta összefüggések még a természetben, amikre nem jöttünk rá, és ezt a limitációt igazából nem szegi meg, hanem más aspektusból kell nézni ezt a limitációt. Tehát a fénysebesség, mint limitáció, ez azért létezik, úgy néz ki. Mert a jellegi rendszerünk, amiben létezünk, ennek van egy háttérben valahol van valamilyen számítási kapacitása, és ugye ez az a kapacitás, ez az a sebesség úgymond, amit egyszerűen nem lehet átlépni, mert ez az úgymond processzornak a számítási kapacitása, ez a maximális képessége, a fénysebesség, mint olyan. És itt látszik meg, itt van az a határ, ahol látható, hogy ennyi a limit, ennyi van, srácok, ennyi többet nem lehet használni. Ez nagyon-nagyon érdekes egyébként. És hogy ezt sokáig magyaráznám, mert szerintem így is elég sok volt, így is nagyon sok volt a sok embernek most, amit elmondtam, ezt nagyon tovább magyaráznám, lent a cikket azt mellékelem, ott elég bőven kifejtik azt, hogy igazából ez miről szól, vagy miről van szó, és legalul, hogy mit tehetünk, vagy mit nem tehetünk, ebben az esetben egyetlen egy dolgot tehetünk, hogy elfogadjuk ezt a tényt, és kihozzuk ebből az izéből, ahol vagyunk, vagy amik vagyunk, a maximumot, amit lehet, természetesen jó értelemben. Erről szól az egész. Nem ment el az eszem, elég magas kutatók, tehát elég komoly kutatók foglalkoztak ezzel a témával, és ez jött ki eredménynek. Tehát ezt már korábban is így tippelgették, meg nézegették, meg próbálgatták, eddig nem volt ez proofolva, tehát nem volt jóváhagyva, nem fogadták el a tudósok. Most viszont kénytelenek elfogadni. Ez megint lehet, hogy egy újfajta gondolkodást fog létrehozni, újfajta módszereket fog létrehozni. Ez nem azt jelenti, hogy a vallásokat el kell vetni. Egyáltalán nem. Mert ugye a nagy kérdés még mindig az, hogy ki a rendszergazda. tehát oké, rendben van, hogy ez egy szimuláció, ahol vagyunk, teljesen rendben van, de hogy ami mögötte van, ugye, akivel kapcsolatban vagyunk, úgymond, és aki a tudást meg akarja szerezni, vagy aki tapasztalatot akar szerezni rajtunk kívül, az micsoda vagy kicsoda. Hát ezt nem fogjuk ebből a szimulációból, ahol vagyunk, megtudni, de ugye ezt lehet Istennek is hívni, ezt bárminek lehet hívni. Igazából, sőt, ugye a kommentek alatt sokan itt különböző hídvilágokba keveredtetek bele, ilyen Jehova, hogy van Jehova, mint név, meg hogy most az kihez köthető, de mindenféle istenséget itt fel lehetne egyébként hozni, a több istenhitet is fel lehetne hozni, a sámánizmust is fel lehetne hozni, a japánoknak a különleges hídvilágát is fel lehetne hozni, ami inkább ilyen buddhista jellegű, tehát ott ők ilyen energiákba hisznek meg, hogy az űrből jöttek, meg nem tudom onnan, vagy másik dimenzióból, vagy franc tudja. Tehát ezeket mind összesíthetjük, sőt, hogyha összesítjük, akkor értjük meg talán azt, hogy nincsen egyrészt végső igazság, másrészt meg az abszolút az adott hittől függ, csak miben hisz az ember, de mert hogy nem tudsz vele közvetlenül kapcsolatba lépni, aki kapcsolatba tud vele lépni, olyan is van, az is lehetséges. Mert ez most, ahol vagyunk és amik vagyunk, ez mivel egy szimuláció, bármi lehetséges. Vannak limitációk szerencsére, és én zsíros deszka videóira hívnám fel a figyelmet, aki pont ezzel kapcsolatban mesélt, hogy van egy közös valami, van egy közös valami, nagyon fönt, tehát több rétegű szimulációt képzeljétek el, én zalkockával magyaráztam, szeretem a zalkockát, zalai gyerek vagyok, Zalaegerszegen nőttem fel, Nagykanizsán születtem, és hát ott van egy spéci süti, táji jellegű süti, ilyen több rétegű ilyen, hogy csoki réteg, vaníliás piskóta, csoki réteg, megint vaníliás piskóta, megint csoki réteg, így tevődik össze, meg azt hiszem van, mert még csokis piskóta réteg is, hogy valami ilyesmi. Mindegy, már régen ettem zalakockát sajnos. Na, és ezeket a réteget, egy ilyen réteg, ez a teljes univerzum, egy teljes galaxis.
több ilyen galaxis van, közötte lehet járkálni, bóklázni, de a legfelső réteg fölött van az a réteg, ami az egészet futtatja, ami az alkockát létrehozta. És ugye itt most azon el lehet gondolkodni, hogy az a réteg az micsoda, kicsoda, de az egy ilyen, a zsíros deszka szerint legalábbis, meg nem most, ő nem kutató meg ilyesmi, csak ő az, aki rájött erre, vagy meglátta, de egyébként nagyon helyesen látta, hogy az egy ilyen végtelen kiterjedésű izé, ami tökéletes, nem kell fejlődnie. Valószínűleg az alatta lévő szimulációkat pont azért hozta létre, hogy tapasztaljon, hogy rájöjjön arra, hogy ő hogyan keletkezett, vagy mi a célja, vagy mit tudom én, micsoda. Ki tudja. De ez van. Na, talán túl sokat magyaráztam. Ezen tessék egy picit gondolkodni. Adtam megint feladatot. Talán ez egy ilyen érdekes témakör, hogyha lehet mondani. A Haley-ről ne feledkezzetek el. Illetve, mit akartam még mondani? Ja, még valami legyes legvégére. Ez a gép, amit próbálok értékesíteni és lefordítani, és hát elárulom nektek, hogy ez nekem körülbelül 3 hónap munka volt, mire ezt így összeszedtem, ezeket az információkat. Ez Mishinnek a gépe volt, Mishin kötője, Gargoyev, igen, ketten találták fel valószínűleg, rengeteg sok verziója van egyébként. A legelső verziót Nikola Tesla találta fel, tehát Tesla tekercsek vannak benne technikailag. Ez egyik az Tesla tekercs, a másik egy Tesla-szerű tekercs, maradjunk annyiba. És legelőször Tesla foglalkozott ennek a hatásaival, utána a franciák foglalkoztak ennek a hatásaival, utána pedig az oroszok foglalkoztak ennek a hatásaival, és mondhatni, hogy továbbfejlesztették, illetve rájöttek az értelmére, az alkalmazási konkrét módszerére talán az oroszok, Mishin és Gargoyev, ők ketten. És ezeket az eszközöket meg lehet a mai napig vásárolni Oroszországban, iszonyatosan rengeteg sok verziója van. Azt mindegyikről el lehet mondani, hogy egy modulációt használ, egy hanghullám modulációt használ a működése során. Ez a készülék is, ami itt van nálam, felméri a környezetet, és annak megfelelő modulált hanghullámot állít elő az adott személy részére. Tehát ez egy specifikus, ez csak neked szól, csak rád van ráállítva. Van egy másik készülék is, ami USB-vel működik, van, amire több tekercset lehet rárakni. Nagyon sok fajta verziója van neki, de igazából ez ugyanarról szól, ugyanaz a sztori. A nagyjából csak a független államok közösségében lehet megvásárolni, illetve innen-onnan, de csak orosz nyelvű útmutatóval és vagy garancia nélkül. Tehát azért mondom, hogy én ezt úgy próbálom összehozni, hogy legyen hozzá garancia, magyar nyelvű útmutató, ennyi. Nem módosítok én a készüléken semmit sem, illetve hogyha van lehetőség, kell velük egy kicsit tárgyalnom, hogy van-e lehetőség arra a továbbfejlesztésre, mert rengeteg sok hatalmas nagy lehetőségek vannak ebbe a készülékbe. Nagyon jól működik valószínűleg, nagyon specifikus, de teljesen más eltérő technológiát használ, mint mondjuk a Haley. A Haley az egy, nem is tudom, minek mondjam, tehát az a biorezonanciás gépek Ferrari-ja, hogyha ezt ebbe a kontextusban lehet egyáltalán értelmezni. Gargoyev gépe egy nagyon specifikus gép, olyan speciális dolgok, ha jó csak, viszont azokra meg jó. Tehát mind a kettő jó, azt kell mondjam, mind a kettő jó. A Haley az egy ilyen multifunkcionális, általánosan működő, rengeteg sok programot tartalmazó, frissen fejlesztett, modern technológiákat felhasználó, MLM rendszerben működő, nagyon szuper kis eszköz. Gargoyev gépe pedig egy tudományos módszereket felhasználó, elektromágneses elven működő, hanghullám stimulációval működő eszköz. Tehát mind a kettő teljesen tök más kategória, de mind a kettő nagyon jó. Na hát most, hogy kellőképpen összezavartalak titeket, ennyi volt ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok, fellétszik, ha még nem tettétek meg, csak ezzel tudtok segíteni, hogy kicsit előrébb jusson a csatornám. De egyébként azt el tudom mondani, hogy nagyon-nagyon gyorsan fejlődik most is a csatorna, nagyon sokan iratkoztok fel, és nagyon sokan nézitek a videóimat, hogy nagyon szépen köszönök nektek. Ennyi. Köszönöm. A jövő héten, hogyha sikerül, akkor -2 interjú már várható, remélhetőleg orvosokkal, akik el tudják azt mesélni, hogy ezek az alternatív módszerek, ezek mennyire működnek, vagy mennyire nem működnek, és talán meg tudnak titeket abban erősíteni, hogy talán nem véletlenül néztek engem, és talán nem feltétlenül csak az a fajta megoldás van, amit a mainstream média nyomat.
Na, ennyi, jó van, köszi. Sziasztok!